híres nevezetes tiszai partfürdő májustól szeptemberig a Szegedi Ős és a Vendégek nagy játszótere. Bár Szegedet a történelem vihara gyakran megtépázta, polgárai példaértékű hozzáállása miatt mindig képes volt felállni és tovább lépni. Mert a legjobb hal a bor, abban nincsen szálka, mondják Szegedében. Szegeden nincs már boszorkány. Megy. Csináljunk már megint. Lámpa. Lámpa. Számállót nem kell állítani, az jó helyen van az ott. Üdvözlünk mindenkit, szervusztok. Most akkor ezt nem is teszünk rá kísérletet, igazad van. Teljesen felső. Éva néni csókolom. Hello mindenki. Hogy itt van velünk. Péter, légy szíves a számokat, mert így nem jókat irányítani mutatnak. Innen? Azt, hogy ott van? Az a főstúdióban. Az a főstúdióban van a szám. Főstú. Tehát akkor mi nem a főstúban vagyunk ezek szerint. Most már ezt is megtudtam. Igen, alstúban vagyunk, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani. De nyugodtan ott nézd, valamit intéz. Hopp. Így viszont már semmit nem látunk. Nagyon jó. Megérkeztünk. Üdvözlünk mindenkit, Szeged Podcast. Azt történt, hogy Péter kihúzta a kábelt. Gedzó. Garai Szakás László. Péter, mutatjuk. Pétert is lefényképezzük, akit most ide bezavartunk a sarokba. Itt van Péter. Nem, tessék. Szevasz Péter. Ott ül ő. Ő most így, hát ilyen kis házi barkácsba így levezénylít, amit le kell. Na, itten vagyunk. Madarazni fogunk ma. Jól. Hát nem tudom, hogy elmondjam-e, hogy elromlott a műtő, vagy nem. Mondd el, mondd el, ez annyira isteni. Tehát azért vagyunk most itt így, mert a Szeged Podcast mellett egészen kiváló értékes műsorokat is rögzít a Szeged Televízió. Gondolok itt a Lacknernak a felvételére. És azért van most itt Péter velünk. Mindig itt van egyébként, csak nem itt bent, mert hogy a nagy a főstúdióban... Így van, tehát úgy érzik, hogy van egy főstúdió, van vagyunk mi, és van egy központi elosztó, ahol a Péter szokott ülni. És akkor onnan beszabályoz minket. Ezt jól mondta, tűrni szokott. Igen, és akkor ott beszól ő nekünk onnan messziről, hogy mi itt mit csináljunk, vagy mit ne csináljunk. Ritka a pillanatok egyike, általában csak azt mit szokott mondani, hogy elindult a felvétel, vagy valami ilyesmi. Na most azért vagyunk ma itt, és azért van a Péter ott. Nem, már várjál, mi mindig itt vagyunk. Oké, mi mindig itt vagyunk, de hogy a Péter most azért nem nincs ott, mert itt van, az azért történik, mert hogy korábban veszük fel az adást. Igen, és azért veszük fel korábban, mert egészségügyileg olyan állapotba került, bármennyire is nem látszik rajta, hogy meg kell operálni, és akkor innen így átadom a szót, mert hogy mondjam, a világszínvonalú egészségügyből következik egy újabb csodálatos példa arra, hogy mondd el a példát. Epe hólyag eltávolításra kell menjek majd a klinikára, és hát természetesen kértem időpontot, meg is kaptam, ez még tavaly kezdődött az egész történet, de mindegy, a lényeg, hogy most mondták, hogy jó, akkor most február vége, akkor fog történni a dolog. Mondtak, jó, mindent úgy csináltunk, lásd most is, hogy ez itt időben legyen, és minden készen legyen mindenkorra. Majd ma reggel kaptam egy telefont, hívást, és hát egy hölgyel beszéltem, aki azt mondta, hogy nem lesz műtét, mert, és most ezt kétszer mondd el legalább egymás után. Mert elromlott a műtő. Igen, jól hallották, mi történt? Elromlott a műtő. Jó, nyilván nem őt hibáztatom ezből miatt, mert hogy nem akart ő részletekbe belemenni. A műtő szerintem egy helység, ahol így vannak emberek, hogy ott mit tud elromlani, mindegy. A lényeg, hogy nem működik ott az valahogy. Úgyhogy most még egyelőre nem kaptam információt, hogy ez a műtét, ez mikor esedékes lesz. Úgyhogy azért vagyunk most itt ebbe a szorult helyzetbe, ahogy ezt Talpa Tiborné mondta volt annak idején. Szóval, hogy ez a szorult helyzet, ez azért van most. Talpa Tiborné. Na minden, majd ide rakjuk őt is. Talpa Tiborné zseniális, érdemes megnézni, minden szava kincs. Szóval, hogy most elromlott műtők miatt vagyunk itt korábban, úgyhogy ezt bocsánatot kérek kedves Pétertől is, mert neki nem ez a helye ottan a lyukba. Ne haragudj, bocs. Úgyhogy most egyelőre nem tudjuk még, hogy mikor lesz. Én még holnap bemegyek egy ilyen egyeztetésre, hogy talán mi legyen, hogy legyen. Úgyhogy ennyi ez a történet. Most még nem tudunk egyelőre semmit. Viszont a mai adásra biztos, hogy fogunk madarazni.
Igen. Többféle madárról esik majd szó. Konkrétan szó esik sasokról. A sasokhoz igen hasonlatos egyéb, ha nem lehet így mondani, sas jellegű madarakról, amiket megszámoltak a sasokkal együtt. Aztán ugyanígy szó esik baglyokról, és a baglyokhoz hasonlatos minden egyéb madárról, amiket a baglyokkal számoltak meg. Plusz, van, illetve van egy postaládában lakó. Plusz a cinegékről is szó lesz, illetve leginkább arról, hogy ilyenkor elég sűrűn elfordul. Okay. Sűrűn elfordulnak a saját családjuktól. Nem. Ez nem tesz jót a magyar családoknak. Nem. Köszönjük. Tehát a lényeg az, hogy előfordul az is, hogy ilyenkor, amikor családot alapítanak, hogyha már tényleg így a családokról van szó, akkor minden lehetséges helyet és helyszínt kipróbálnak, és ez bizony sokszor előfordul úgy is, hogy postaládákba és ehhez hasonló általunk használt helyiségekbe építik bele, telepítik a fészküket, hogy ilyen iszonyatosan szépen mondjam. No hát ezek lakás problémák vannak ott is. Hát így ennyi. Lakhatási válság van a cinegéknél is. Úgyhogy ezekről a dolgokról fogjuk mindegyikről kérdezni Tokodi urat, akit azonnal... Tokodi Béla úr, akit nem vagy rácsatlakozva az internetes központi kékfogra. Szóval, hogy... Nagyon jó, akkor... És még esni fog szó egy nagyon picit természetesen Nikola Jokicsról, hiszen már gyakorlatilag nem is az NBA-ről beszélünk, hanem csak Jokicsról. Szóval, hogy lesz egy kis kosárlabdázás is természetesen a mai adásban. Így van. Akkor jön az adásnak a legszebb és legjobb része, amikor csatlakozok. Ez most... Meg vagy csatlakozódva. Meg vagy csatlakozó, hangot nem adott ki, pedig azt vártam még, hogy valami... Nem baj, legyen egy ilyen, de nem volt. De akkor adjál már te valamit, mert nem... Csomószor el... Ez mi szokott? Ez a röhögés? Ez... Valamit. Ja, hülye vagy ez. De valami szignál részletet. Nem. Így kellett volna, hogy becsatlakozott. De most azért nem csatlakozott. Rámentem a rendszerre. És megérkezett a rendszerbe. Így. Vagy a másik, amikor nem csatlakozik. Vagy ezt adjuk be végig, amíg a Bélába beszélünk. Ez megy folyamatosan. De az azért nem jó, mert nem jó. Jó, oké. Na mindegy. Jó, hívjuk, az a biztos, mert... Hívd a Bélát, én közben be fogok játszani egy kicsit a kezdőnkből. Vendégek nagy játszótere. Ezt majd végén kikérdezzük. Ez egy mondatba kell, hogy utána összpontosuljon. Nyomot hagyunk. Várjál már, én most rajta vagyok? Nem tudom. Nem. 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 Nem, tessék. De az előbb rajta voltam. Képes volt felállni. Képes volt felállni? Ez is egy jó részlet. Szálka, mondják Szögedében. De várjál, azt írja, hogy csatlakoztatva híváshoz és hanghoz. Jó. De az előbb is ezt írta. Valami nem jó. Ha! Jó, nem csak a műtők romlanak. Várj egy kicsit, mert lehet, hogy már itt van a Béla. Garai Szakás László, szevasz. Hello. Elnézést, sziasztok. Ja, jó, nem okay. Tudtam fölvenni, de itt vagyok, és üdvözöllek benneteket. Hello. Szevasz, nem te voltál a hibás. Mi szerencsétlenkedtünk itt szokás szerint a telefonommal. Régen volt már ilyen, de most végre megint sikerült. Úgyhogy akkor nagyon meg vagyok nyugodva. Jó, kérdés, kapsz is egy tapsot rögtön. Ez jár. Ez alap. No, hát ahogy ugye megbeszéltük, tehát ahogy megbeszéltük, rengeteg madárról lesz szó a mai Szeged podcastben, és köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz, és beszélgetsz velünk ezekről a madarakról. Kezdjük azzal, hogy a Vármegyében hány kútágasra van szükség? Most így gondolkoznom kell. Hogy mire is utaltok. Mert hogy kútágasra szállott a sas. Hát igen. Ez így nagyon messziről közelítettük meg a sas leltáros témát, úgy érzem.
Én azt jó, és én eléttem rá, tehát értem, jól értem, hogy miről is beszélünk akkor. Szerintem jó fele vagy. Én még nem vagyok képben, mert én nem értettem ezt a hasonlatot, de jó. Majd ezt a kutákas, a szállottas ősi népdalt, vagy hogy a túróba kell ezt mondani, majd ezt egyszer így... Hát ezt megtanuljuk valami borzalmas fröccsét. Játsszátok le a reklámszünetbe, az biztos, hogy jót fog tenni a műsor színvonalának. Köszönjük szépen. Ha mi csendben vagyunk már, az jót tesz a műsor színvonalának, úgyhogy át is adjuk a szót. Kezd a sasletárral, Béla. Mi a helyzet a sasokkal és a hozzájuk hasonló egyéb ragadozó madarakkal idén a Vármegyében? Minden évben, mint hogy azt tudjátok, már 21. éve a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület a Nemzeti Parkigazgatóságokkal, más civil szervezetekkel együttműködve megcsinálta az országos sas szinkront, amit nagyon nehéz kimondani, ezért szoktuk leltárnak, sas leltárnak hívni, és hát alapjában véve ez január közepén szokott megtörténni, és ekkor van az az időpont, hosszas évek tapasztalat alapján, amikor a lehető legtöbb sas, amely egyrészt itt költés helyben marad, illetve északról is lehúzódik hozzánk, egy helyben megszámolható. Tehát az egy helyben az persze durva túlzás, és nagyon sok telelőhely van az országban. Tipikusan az Alföld, tehát a Dunatisza között, a Tiszántúl, Gyepei, Pusztái, Halastavai, Szikestavai, illetve ezeknek a közvetlen környékre alkalmas nagyon ragadozó madár telelése, de természetesen itt a Dél-Alföldön nagyon sok olyan szántóföldes terület van, ami azért úgy még szerencsére valamennyire szabdalva van mindenféle fasorokkal, amelyeket régebben mezővédőerdősávnak hívtak, és természetesen ezeken a mezőgazdasági területeken viszonylag sok a rágcsáló, nem csak a mezei paszokról beszélünk, hanem a nagyobb bocska rágcsálókról is, mint például a nyulakról, és hát bizony a sasok, minél nagyobbak, annál nagyobb prédaállatokat szoktak összeszedni, és mivel ilyen szempontból a Dél-Alföld nagyon jól el van látva, mindenféle méretű emlős állattal, amelyek hát ugyebár ilyenkor prédaként szolgálnak, ezért nagyon sok sas, illetve más egyéb ragadozó madár, például őívek, sólymok szoktak összegyűlni. Nyilván ezt az egész országban megcsináltuk, de itt nálunk nagy hagyománya van ennek, és hát bizony ebbe a januári időszakba a megyei helyi csoport önkéntesei, összesen 35-en voltunk egyébként, akik abban nagy hidegben, mert pont jó nagy hideg volt, akkor kimentünk, és 4 napon keresztül mentünk a ragadozó madarak után. Nagyon sok madarat találtunk, összesen több mint 2100 madarat találtunk, és 15 fajhoz tartoztak ezek, és ebben bizony volt több sasfa is. Azt mond, gyorsan még azt mondnak, hogy mentünk utánuk, volt egy ilyen kijelentés. Hogy megy az ember egy sas után? Autósüldözés. Én például úgy, hogy beültem az autóba, és a megfagyott szántóföldeken nekiindultam, reggel 8 órakor, és addig mentem, amíg véglegesen elakadtam, és 2 órát vártam egy traktorra, aki kihúzott, és itt tudtam folytatni a utamat, tehát, hogy ebben benne van ez is természetesen. Hát előre felosztjuk a teleteket, viccet félretéve, bár ez akkor nem nagyon volt vicc, ez ténylegesen megtörtént velem. Alapjában véve felosztjuk a teleteket, hogy ki milyen teletet fog nézni, hát ez egy ilyen egyszerű kis logisztika, és ennek megfelelően nekiindulunk, és hát van egy protokoll, ami viszonylag egyszerű, hisz az alkalmas területeket, általában nyílt területeket szoktuk végignézni, autóból kiszállva, teleszkóppal, tehát egy állványos távcsővel végighúzzuk a horizonton a távcsövünket, és hát igazából ezek a madarak azért általában viszonylag egy helyben vannak, tehát ahol van táplálék állat, úgymond telelnek, tehát egy-egy ragadozó madárnak tipikus egyede, az helyben szokott maradni, ezeket már szinte ismerjük is, most például a szegedi fehér tonnal egy vörös kánya, így hívják ezt a nagyon szép madarat, ő már itt van egy hónapja, tudjuk pontosan, hogy reggel merre jár, hol vadászik, hol éjszakázik, és hát nagyon sok egyéb ragadozó sasok, sólymok is ugyanígy vannak ezzel a dologgal. Hát ezeket a területeket végignézzük, és hát alapjában megszámoljuk, térképen rögzítjük, amiben nagyon sokat segít az MMA által fejlesztett ilyen applikáció, tehát mobil applikáció, amiben rögzítjük ezeket a pontokat, nyilván a fajokat, a pontokat rögzíti a telefonunk, a működő GPS, és hát gyakorlatilag ezt csináljuk 4 napon keresztül. Hát ki 3, ki 2, ki 4. Én nagyon szorgalmasan 4 napon keresztül mértem föl a
sasokat, őveket, solymokat, és hát így jött ki ez a nagy szám, ez nem az én számom, ez 34 magammal csináltuk ezt, és hát bizony ez a 2107 egyed egészen pontosan, ez viszonylag kiemelkedőnek mondható, hogy országos szinten is. Na most azt hogy tudjátok, hogy mondjam, megállapítani, hogy mondjuk te megszámolsz egy rétisast, de az mondjuk 30-40 kilométerrel arrébb nem számolódik meg újra. Tehát ezeket a dolgokat, ezeket hogy tudjátok kiszűrni, értesítetek egymást, vagy hogy zajlik ez a dolog? Igen, jogos, teljesen jogos a kérdés. Nyilván azért pontosan ismerjük ezeknek a fajoknak a szokásait. Tehát, hogy mondtam, ezek olyan területen vannak, olyan területen töltik a telet, ami táplálékállatokban viszonylag dús. Nem érdeke egy rétisasnak mondjuk, aki gyakorlatilag föl kell, szétnéz, fog egy nyulat, vagy egy sérült vadudat, megeszi, egy napig nem eszik, vagy akár kettő napig is ugyanazt az éjszakázófát használja. Tehát, hogy nem érdekel elmenni 50 kilométerre, mert ha 50 kilométerre repül, az neki is egy ilyen energiaveszteség. Tehát ezek a madarak télen úgy működnek, hogy olyan helyeken töltik a telet, ahol a lehető legkevesebb, úgymond átmozgással, a lehető legkevesebb energiaégetéssel tudják megoldani a biztonságos telelést. És hát alapjában véve ez a 30-40-50 kilométeres átmozgások nem jellemzőek például a sasokra vagy az övekre, hisz mondom, látjuk azt, hogy egy adott teleten, egy adott vörös vért sem, mondjuk egy kisebb, nagyon közönséges sólyomfélét mondjak, mindig ugyanazon fán ül, hogy november 2-ától egészen február 19-ig, vagy akár március elejéig, mert hát nyilván neki az a téli revírje, nem mozdul nagyon messzire, mert hát ez nem érné meg neki. Tehát, hogy ezek, és nyilván úgy vannak szervezve ezek a monitoring alkalmak, ezek az országos sas szinkronok, borzasztó kimondani, tehát ezek a monitoring akciók, hogy meg van határozva azért, hogy egy péntektől hétfőig, tehát egy 4 napos, tehát egy viszonylag szűk időintervallumba számoljuk meg őket, mert nyilván, hogy ezek a madarak esetleg elmozognak, annak van valami oka, tehát egy óriási időjárás változás okozhat ilyet egyébként, ami torzítja az adatokat, de általában január közepén ilyen nem is nagyon szokott lenni, hisz általában tél van, és vagy enyhe tél, mint hogy mostanában van, vagy esetleg régebben voltak nagyobb telek hóborítottsággal, akkor meg még úgy sem azoktak. Tehát a alapjában véve ezeket viszonylag jó protokollal föl lehet mérni. Oké, egerészőből van a legtöbb, abból 983 darab, vörös vércséből 586, amiben kevés az a héja, a fekete sas, illetve barnakánya, legalábbis azokból 2 darab van. Igen. Ők azok, akik kevesen vannak, vagy az egerészőek vannak sokan, vagy az ilyen, ezt nem lehet így behatárolni? Vagy mi lenne az egészséges? Ez jó, ez egészséges, ami most van? Ez teljesen egészséges, tehát az egerészőv ez egy nagyon gyakori ragadozó madarom, utána a leggyakoribb ragadozó madár a Kárpát-medencében. Egyrészt ezek itt költenek, másrészt északról azért nyilván ezek rövid távú vonuló madarak lehúzódnak. Tehát ez nem csak a mi állományunk, amit itt látunk télen, ezek általában északról lehúzódó egyedek. Egyrészt az tényleg nagyon sok van, de hát ez a leggyakoribb. A fekete sasból országosan sincs nagyon sok, hisz alapjában véve ez egy északon költő sasfaj, amit telel. Tehát pontosan tudjuk, hogy ezeket egyébként tényleg ismerjük, hogy melyik fán nyomják végig az egész telet. Például az egyik fekete sast, azt én magam is láttam, ez a tömörkényi csajtónak nevezett tórendszernek a gátjain lévő fákon tölti a telet. Ez már évek óta visszajáró madár, novemberben megérkezik, és így marad így február végéig, március elég, utána pedig visszamegy éjszakra költeni. A barnakánya az alapjában véve régebben egy viszonylag ritka madár volt, ma már azért pont a Tisza mellett nagyon sok relér van, tehát ez a Mártéi tájvédelmi körzetben például, vagy egy tucat költ egyébként minden évben. Ez azért van csak 2, mert hát nyilván itt a klímaváltozás hatását ki kell emelni, a barnakány az egy vonuló madár volt mindig is, viszont egyre inkább a barnakányák is, meg egyébként több más madár megpróbálkozik az átteleléssel, és hát bizony ez a 2 darab barnakány is olyan madár, hogy a többség az elvonult, ez a 2 úgy döntött valami oknál fogva, hogy
hogy marad. Nagyon gyanús egyébként, hogy a szegedi Fehér Tónál én láttam az egyik barnakányát egyébként, amit szintén már december előtt a folyamatosan látok, meg látnak a kollégák is, és tavaly is volt ugyanazon a területen egy madár. Tehát lehet, hogy ezek az egyedek egyszerűen bepróbálkoztak az áttelelésre, és azt látták, hogy tulajdonképpen ez megy. És akkor onnantól kezdve még egyszer megcsinálják, és hát amíg ilyen enyhetelek vannak, ezzel nincs is semmi baj. Abban az esetben viszont, hogyha esetleg jön valami extrém hideg, akkor ezek a madarak azért rosszul is járhatnak, mert alapjában ez egy vonuló faj, de egyre gyakoribb ez az áttelelés Songrád megyébe, és Dunántúlon pedig nagyon sok vöröskánya is, meg barnakánya is telel. Egyébként, tehát, hogy ezek azért képesek ezt megcsinálni. És amit még kérdeztetek, a héja, hát a héja az meg egy nagyon érdekes madár, héjának, vagy régebben galambász héjának is mondták, ez egy nagy termetű, a mindenki által, vagy remélem, hogy mindenki által ismert karvajnak a nagy tesója, úgymond, mert másfélszer akkora madár, itt sajnos nagyon-nagyon megfogyott a héjállvány. Egyrészt régebben a vadászok nagyon nem szerették, hisz a mesterséges fácán, kiengedőként, szaporító helyeken a héja, hogyha rászakott, akkor bizony nagyon gyorsan elhordta ezeket a kiengedett fácán csibéket. Ez egy nagy testű, viszonylag jó vadászó madár. És sajnos ezt, hogy üldözték, régebben egyébként még 20-25 évvel ezelőtt még lőhető is volt bizonyos korlátozásokkal pont a fácán kiengedő telepeknél. De hát, hogy úgy járt sajnos, hogy nagyon érzékeny egy betegségre, amit úgy hívnak, hogy nyugatnírusi láz, és ennek ez egy vírus, és alapjába véve megfertőzte a héja állományt, és hát bizony-bizony kipusztította a magyarországi, sőt, hát ez a kelet-közép-európai állománynak egy jelentős részét, és nagyon-nagyon kevés lett. Tehát én tavaly nem is láttam héját, sajnos egyet se, és idén is nagyon várom, hogy egyszer talán láthassak. Ebből ezért van ennyire kevés, mert hát tényleg nagyon megfogyott és ritka madárrá vált. Oké, összesen 2107 ilyen típusú ragadozó madár van, vagy amit számoltatok össze, és akkor itt már mindjárt átérünk a baglyókra is, hogy van nekik, ha már mondtad itt a fácánt, hogy van nekik elég? Tehát nem az van, hogy az egerész évek, mivel sokan vannak, eleszik a, mit tudom én, mielől a bármilyen típusú táplálékot? Vagy a baglyók? Hát alapjában véve azért van nekik elég, mikor elég táplálék van, akkor viszonylag sok madarat tudunk megszámolni egy helyen, tehát ez fordítva működik, és a táplálék kínálat határozza meg az adott teleten költő, vagy akár telelő ragadozó madárfajoknak a mennyiségét. Ez nagyon szépen működik, és nyilván, hogyha szabad így átkötni a baglyokra, de a ragadozóknál is nagyon jól működik, hogy vannak olyan kisemlősök, mint például a mezei pocok, amelyek bizonyos időszakonként úgy túlszaporodnak igazából időjárási körülményeket. Van egy termi a populációnak, tehát a faj egyedeinek az összességének van egy ilyen szaporodási ciklusa, ami időnként olyan csúcsra megy, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan ezt gradációnak hívják. Ennek a mezőgazdászok egyébként nagyon nem szoktak örülni. Tavaly volt az, hogy a mezei pocokból olyan mennyiségű volt, hogy az ember kiállt egy szántóföldre, amit én sokszor megtettem, akkor gyakorlatilag a láb alatt rohangáltak a mezei pocok, és tele volt mezei pocok által kitaposott ösvényekkel, lyukakkal. Óriási károkat tud okozni ilyen mennyiségben a mezei pocok, de ilyenkor a ragadozó madarak ezt úgy reagálják le, hogy relatíve több fiókájuk van, nagyon sokan megtelepednek, és ez a baglyokra egyébként nagyon határozottan igaz. Ilyenkor például a gyöngymagoly akár egész évben költ többszöri Csándorfalva határába volt olyan gyöngymagoly pár, ami novemberben nevelte a fiókáit például a második körben, tehát ez már második fészek vagyok, mert olyan táplálék mennyiség volt, hogy úgy érezte, hogy ilyenkor kell szaporodni, és hát nagyon sok ilyen faj van, például a baglyoknál mi erdélyfüles baglyokat szoktunk számolni, és hát erről nyilván fogunk nem sokára beszélgetni, gondolom néhány szót. Ennek van egy nagyon közeli rokon a rétűfüles bagoly, ami nem fákon lévő szarka meg vércsefészkekbe költ, mint az erdélyfüles bagoly, hanem a földön, és épít egy hevenyészet fészket is, ami egyébként nagyon ritka a baglyoknál. A rétifüles baglyok akkor vannak sokan, amikor egy gradáció van, tehát amikor a kisemlősöknek olyan mennyisége van, hogy nagyon könnyűszerre tudnak költeni, akkor letelepszik.
relatíve sok az országban, tehát ez az országos mennyiség, ez 100 pár vagy 150 pár mondjuk, ez egy inváziós éveknek hívjuk a réti fülesmakolynak, és például tavaly ez volt, nagyon-nagyon sok mezőpacok volt, és viszonylag sok helyen lehetett látni réti fülesmakolyt. Tehát egy alapjában véve a táplálékkínálat, tehát a ragadozó mennyisége fordítva működik, hogyha nincs táplálék állat, nincs elég táplálék állat, akkor egy helyen nem fogunk annyira ragadozó madarat látni, mert ez egy eléggé jó beszabályozott rendszer, amiben az ember igyekszik azért teljesen belenyúlni, ez egy jó kis szabályozott egyensúlyban lévő rendszert így megborítsa innen, onnan, amonnan. De már olyan sok oldalú borigatjuk egyébként, hogy nem tudom, hogy meddig tud talpon maradni, de hát azért előbb-utóbb azért csak mindig az egyensúly beáll. Tehát, hogy itt ez így működik, ez a rendszer. Oké, és térjünk akkor erre a bizonyos fülesbagoly számlálásra. Itt kibírom oda, hogy fülesbagoly szinkron, a sasszinkron, ki tudtam mondani? Oké, még egyszer sasszinkron, köszönöm szépen. No, szóval a fülesbagoly szinkronról, ami gondolom a hú-hú, vagy valami ilyesmi, tehát itt... Köszönöm szépen. Vártam, hogy ezt meg tudjam nyomni, mert... Na igen. De gyakorlatilag bármit mondok, mehetne a röhögés, mert na mindegy, hagyjuk ezt. Okay. Tehát a lényeg az, hogy erdei fülesbaglyokból valamivel több mint 700-at számoltatok össze 26 településen, és itt mindenféle segítségetek volt, tehát amíg a sasoknál és a sasszerű ragadozó madaraknál gyakorlatilag a ti önkénteseitek számoltak jellemzően, addig, hogyha jól tudom, akkor itt nem csak a ti munkatársaitok, ha lehet így mondani, a hagyományos önkénteseitek vettek részt ebbe a dologba, hanem gyakorlatilag a baglyokat, azokat így kis túlzásra bárki számolhatta. Ez miért volt így fontos, hogy az átlag embereket bevonjátok ebbe a baglyok számlálásba? Hát alapjában mindig fontos, hogy valakit bevonunk a természet közeli eseményeknek a megcsodálásába, hisz alapjában nagyon-nagyon sok ember teljesen elveszítette a kapcsolatát a természettel, mint hogy azt tudjuk, sajnos, és érezzük is. Az erdélyfüles baglyoknál az az érdekes, hogy itt egy faj van. Tehát, hogy itt nem kell azzal kínlódni, hogy meglátok távolra egy sas fajt mondjuk, és abból lehet mondjuk 4-5 féle is akár, hogyha jobban belegondolok. Nem, itt az erdélyfüles baglyok esetében ezt a fajt könnyű határozni, hisz alapvetés az, hogy egy lakott területen belül egy fán, egy tuján, vagy egy erdélyszenyén, vagy akár egy nyírfán ül 28 bagoly, az csak erdélyfüles bagoly lehet. Ez se igaz, hogyha nagyon belemegyünk egyébként, de nagyon ritkán az előbb picit említett réti fülesbagoly is beszokott húzódni, de ez annyira ritka, hogy igazság szerint ez nem torzítja az adatokat. Én életemben szerintem kétszer láttam erdei fülesbaglyok között réti fülesbaglyot. Tehát magyarul van egy faj, ami könnyen határozható, alapjában véve az emberek szeretik a baglyokat, és harmadrészt ezek a bagolyfélék pontosan azért, hogy nagyobb biztonságban legyenek az ő saját ragadozóiktól, behúzódnak városokba, falvakba, hisz életszerű, hogy mondjuk egy vándorsoljon, vagy mondjuk egy előbb említett héja, az nem fog bemenni a Kemes utcai panerek közé, és nem ott fogja elkapni az egyik baglyot. Tehát nekik ez biztonságot jelent, hogy bent vannak az emberek között. És ezt így gyakorlatilag nagyon sokan látják, hisz, hogy jól mondtátok, hogy itt iskolások, sőt óvisok is beszoktak ebbe kapcsolódni, tehát ez nem csak monitoring, nyilván monitoring az a része, de van ez az úgynevezett citizen science, ez nagyon szép szó, ez arról szól, hogy bizonyos nagyon fontos a környezeti állapotokat nagyon jó tükröző fölmérésekbe be lehet kapcsolni úgymond laikusokat is, akik csak úgy lelkesek, nem nagyon föltétlen tudják meghatározni azt a 20-valahány ragadozó madárfajt, de megismerik az egy darab baglyot, vagy megismerik mondjuk a sünöket, vagy esetleg, nagy Isten, megismerik az előtött állatokat is, vagy ha más nem, akkor lefotózzák, és akkor valaki meghatározza nekik. De nem kell szaktudás, csak lelkesedés és szorgalom ehhez.
És hát nyilván kapcsolódás a természethez, és ez nagyon jó környezeti nevelés is, és nagyon sok esetben szoktunk olyan közös bagoly számlálásokat is tartani, ilyen bagoly túrákat, hogy elviszünk mondjuk egy iskolás csapatot, és megmutatjuk nekik a magjukat, megmutatjuk a köpeteket például, amit hagynak, és hát beszélünk róluk. Tehát ez nagyon jó, és nyilván itt ebbe a bagoly számlálásba természetesen azért bekapcsolódnak nemzeti park munkatársak, MME dolgozók, MME önkéntesek, és természetesen mindenki. Tehát még van a hagyományos Google űrlap, és azt gondolom, hogy még az is létezik, hogy még szerintem levélbe is szoktunk kapni egyébként ilyen lapot, ami esetleg fölírja a X faluba lakó ember, hogy látott a templomkertben 4 darab füles bagyot ebbe az időszakban, és mindent összesítünk, és tulajdonképpen egy ilyen lakosságot, a természet szerető, a bagoly kedvelő lakosságot egy picit meg tudjuk mozgatni, és emellett pedig van nyilván egy olyan adatunk, hogy az összes ismert bagoly telelő helyen, azon a hétvégén, mert ugyanez az elf, hogy péntektől hétfőig lehet ezeket számolni, abban a 4 napban többé-kevésbé föl tudjuk mérni az ismert erdélyfüles bagoly telelő állományt a nappal azon helyeken. Jászlanykun Szolnok vármegyébe sikerült a legtöbb bagyot, 3000 fölött az 71 településen. Az mitől lehet, hogy ott az nekik szimpatikusabb? Mindig a táplálék a kulcs. Uh-huh. Tehát, hogy itt valószínűleg olyan településeken számolt, aki már nem ismerem minden bagyos települést abba a megyébe, de alapjában véve itt mindig az a lényeg, hogy egy olyan agrártevékenység, meg olyan gyepek, ilyen mozaikus teletek kellenek a baglyoknak, ahol ők nagy mennyiségű, viszonylag kis energiával, viszonylag kis repüléssel nagy mennyiségű táplálékot tudnak megszerezni annak érdekében, hogy a lehető legkönnyebben, leggyorsabban átvészeljék a telet és biztonságba. Nyilván ezek a nagyon enyhe telek, ezek nem jelentenek nagy veszélyt, de gondoljunk bele, hogy azért 20 év ezelőtt volt, hogy mínusz 10 fokok voltak esetleg két héten keresztül is, meg hótakaró. Ez már nyilván egy ilyen science fictionnek tűnik, így visszatekintve, de én azért emlékszek, volt ilyen. Nyilván itt életfontosságú, hogy olyan helyen tudjanak összegyűlni a baglyok, hogy biztonságban legyenek nappal, ami nekik nyilván egy ilyen fordított ciklusuk, vagy az éjszaka vadásznak, és viszonylag kevés repüléssel a lehető legtöbb táplálékot össze tudják szedni. Tehát valószínűleg ott nagyon-nagyon jól működik az, hogy közel vannak azok a területek, ahol sok a táplálék, és be tudnak húzódni biztonságos helyre. Tehát ezek a jellemzők a legoptimálisabban találkoznak. Ez általában egyébként tényleg az ország közepette, Békés megyében vannak még olyan helyek, amelyek kifejezetten alkalmasak nekik, hisz ott óriási agrártáblák vannak, és mikor ilyen tél van, ami nyilván pocok gradációval jár együtt, tehát rengeteg a táplálékállat, akkor bizony össze tudja rántani a telelő baglyokat viszonylag nagy számba. Na most a Madártani Egyesületnek a honlapján egy Magyarország térkép is van így a füles bagoly számlálással kapcsolatosan, és ott azt látszik, hogy a megyében tehát a megyének a déli része az, ahol inkább észleltek, számoltak fülesbaglyokat, és az északi részen viszonylag kevés, annak ellenére, hogy ugye fölöttünk ott van Jászlanykun Szolnok vármegye. Ez így mi múlott, hogy a megyei adatok így alakultak? Igazából csak azon, hogy itt a Szeged, illetve Hódmezővásárhely, meg a környező településeken voltak a lelkesebbek, vagy itt is az említett táplálék bőség, vagy ehhez hasonlatos dolgok is szerepet játszanak azért? Hát itt meg kell mondani, hogy a Magyar Madártenyésebbnek a helyi csoportja nagyon aktív Szeged környékén, viszont tény, hogy megyeinek az északi részében nem vagyunk annyira aktívak talán, tehát nincs annyi tagunk. Lehet egy ilyen is, tehát lehet, hogy kevesebb ott az akcióba, a számolásba bevont ember. Nyilván itt viszonylag sokan vagyunk, hisz Szeged a központunk, tehát itt nagyon sok olyan terepmadarász van, aki rendszeresen jár, és nyilván emellett ott van a citizen science része, tehát a bevont magánemberek, iskolák, óvisok, ott csak lehet, hogy csak az működött, vagy éppenséggel nincsenek klasszikus, vagy nincsenek felderített bagolytelelő helyek még, mert hát ez általában úgy szokott működni, hogy nyilván minden egyes települést azért át szoktunk nézni,
De hát változnak a dolgok. Tehát itt én, ahol én lakom, Sándorfalván bent voltak a városba, ő a belvárosba ezek a madarak, aztán volt egy épületfelújítással, a fenyőket nagyon szerették, kiköltöztek a nádastó mellé, ott viszont kétszer-háromszor annyian vannak. Tehát időnként átmozognak néhány éves viszonylatba. Itt mondjuk én itt lakom, itt dolgozom, jönnek az információk, tehát ezt ki tudom deríteni. Elképzelhető, hogy ott is vannak ilyen átmozgások, és ott nem tudjuk még kideríteni ezeket. Nyilván itt van egy ilyen hibahatár, ami torzítja az adatokat, de hát nyilván nekünk az a lényeg, hogy az ország egész területén azért úgy többé-kevésbé meg tudjuk mozdítani a lakosságot, és nyilván a professzionális vagy az amatőr madarászoknak a segítségével egy ilyen relatíve jó kép alakul ki, például erről, hogy ránéz egy térkép, és azért látod, hogy hol van a legtöbb bagoly, tehát hogy ez egészen biztos, hogy nem torz, tehát ez nem azt jelenti, hogy vannak olyan területek, ahol egyáltalán nem volt fölmérés, ott van a legtöbb bagoly, de még sincs adat, tehát ez jól tükrözi a táplálékállatoknak, illetve az éjszakázó helyeknek az összetételét. Oké, és nézzük meg akkor végezetül ezeket a postaládákba fészkelő széncinegéket. Szintén a honlapotokon, meg a YouTube csatornátokon jelent meg egy rövid videó azzal kapcsolatosan, hogy nem árt odafigyelni arra, hogy nem csak levél lehet adott esetben egy-egy postaládában, hanem az átalakulhat, hogy mondjam, albérletté is akár. Mit lehet tenni ilyenkor, már túl azon, hogy jellemző, hogy hagyjuk békén a madarakat, de hogy amikor egy ilyen dolgot tapasztalunk, akkor mi mindent lehet tényleg csinálni adott esetben azzal, hogy a madarak azok minél jobban, hogy mondjam, otthon érezzék magukat. Tehát tényleg csak annyi a dolgunk, hogy ne nyúljunk hozzájuk, ne bántsuk, és így messziről drukkoljunk nekik, vagy azért, nem tudom, avatkozzunk be, ha lehet ilyen bérben mondani. Hát igen, ez van egy preventív rész is ennek, tehát hogy érdemes nem akkor beavatkozni már, mert a beavatkozás az elég rossz szó. Valaki nyilván nem feltétlen madárbarát, és úgy avatkozik be, hogy ami nekünk nem kívánatos. Nyilván alapjában véve egy nagyon általános dolog, tehát minden évben érkeznek ilyen bejelentések hozzánk igazából. A széncinek egy nagyon gyakori madár, nagyon jó alkalmazkodik a klímaváltozáshoz, a megváltozott viszonyokhoz, tényleg ez egy leggyakoribb madár Magyarországon, és hát már nagyon korán elkezdenek ezek fészkelni, és annak ellenére, hogy nagyon sok odú is ki van rakva, hát bizonyos esetben valamilyen szimpatikus nekik egy kert, nem találnak odút, és hát úgy látják, hogy ez a postád, ez nekik tökéletes, és hát nagyon gyorsan elkezdenek ott fészkelni. Hát nyilván ezt úgy lehet megakadni, hogyha egyszer előfordul ilyen, akkor lehetőség szerint, hogyha emberségesek vagyunk, akkor a postáda rendeltetésszerű használatát el kell függeszteni, legalább az első fészekai kireküléséig, mert nyilván az egy nem egy optimális dolog, hogy a széncinke fiókák kérik a táplálékot, és helyettük egy ilyen ajánlott levél beesik a fejükre, bár az ajánlott levél nem tud beesni a fejükre, és azt át kell venni, de az értesítő mindenképpen. Egy értesítő mindenféleképpen, és annak nem nagyon örülnek. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyenkor beszélni kell a postással, ki kell írni, és hát egy ilyen tartalék postaládát mondjuk föl kell szerelni, ami lehet egy mondjuk idéglenes valami. Tehát az a lényeg, hogy azért próbáljunk emberségesek lenni. Viszont ez egy nagyon jó jel, hogyha ilyen történik, mert ez azt jelenti, hogy akkor valószínűleg a kertünk, vagy ez nagyon jó nekik, ahol vannak ez az élőhelyet szeretik, van táplálék, vagy van víz, vagy mind a kettő, leginkább mind a kettő. Ez egy nagyon jó jel, hogy akkor próbáljunk felszerelni egy postaláda helyett egy B-odút a kertbe, akár a postaláda közelébe egy fára akasszunk föl egy ilyet, és valószínűleg azt azért el fogják foglalni, és a postaládánk az szabadon marad. Tehát, hogy alapjában véve ez a kettő megoldás igazából, de az a lényeg, hogy legyünk emberségesek. Nyilván nekem is jönnek ilyen bejelentések, ilyenkor ezt el szoktam mondani, hogy próbáljuk ezt így megtenni, de általában azért olyan helyeken szoktak ezek költeni, meg olyan postaládában, amit viszonylag ritkán nyitogatnak, tehát ilyen például az én postaládám is, amit másfélre nem néztem, akár belemehetne egy széncink, és még nem ment egyébként bele,
De mindenbe belemennek egyébként ezek a cinkék, tehát nem csak postaládákba, de hát kerítésekbe, korlátoknak van egy üleges része, vázába beleszoktak, volt olyan, hogy kint hagyott bakancsba költöttek bele, tehát hogy ezek egy nagyon alkalmazkodó madarak, valószínűleg ezért is van belőlük nagyon sok, mert megtalálják a táplálékot, és nagyon alkalmazkodnak, tehát bármibe belemennek, és hát ugye már nem annyira bizalmatlanok. Tehát van egy preventív része, hogyha megtörténik, akkor megtetszik azt, hogy fejlik a figyelmét a postaládát rendszeresen használó postásoknak, meg küldeménybedobálóknak, illetve reklámújságbedobálóknak, ezt ne használjuk, ezt praktikusan mondjuk egy felirattal lehetne megtenni, bár azt nem szokták elolvasni, mint hogy tapasztalom, és kihelyezünk egy ilyen postaládát, és utána viszont preventíve kihelyezzük a BO2-t. Ez a BO2, ez nem véletlenül mondod így, hogy BO2, tehát ez így egy ilyen, hogy mondjam, szabvány méretről van szó, vagy, tehát ez... Hol vásároltunk BO2-t? BO2-t, tehát BO2-t alapjában a Magyar Madártengyesületnél vásároltunk igazából. Uh-huh. Van nyilván többféle egyébként, a tipikus kerek röpnyílású madárodókból van B, C, illetve A, B és D odó is természetesen. Tehát ezt meg tudjuk vásárolni, ezt meg tudjuk csinálni is egyébként. Tehát, hogyha valaki ügyeskező, akkor fogja magát, beírja, hogy madárodó, B-típusú odó, és akkor megvannak a méretek, és ezt megcsinálja maga. A másik nagyon jó megoldás egyébként, hogy most van egy belépési akciónk az MME-be, ami ugye bár, hogyha valaki belép, akkor egész éves tagság, amire egyébként kap 4 újságot. Más is a reklámként így el tudom így helyezni, hogyha nem bánjátok. Nagyon jó, oké. Kap 4 újságot minden évszakba, és ami nagyon jó, hogy most tőlünk, hogy ezt mindezt Szegeden teszi meg, akkor kap egy BO2-t ajándékba. Pontosan azért, hogy hamarosan kezdődik a fészkelési szezon, és hogyha most ez a 8000 forintért kap egy egyébként 4-5000 forintba kerülő B-típusú odót, akkor ez így szinte, hogy mondjam, két legyet csap így egyszerre, hisz alapjában lesz egy cinke családja, meg lesz egy nagyon jó MME tagsága is, és hát ez természetesen nagyon-nagyon sokan előnyel jár, de elő inkább nem beszélni, az a lényeg, hogy meg lehet vásárolni, és hogyha most valaki belép hozzánk, akkor még kap is egyet ajándékba. Oké, mondtad azt, hogy az első kirepülésig azt úgy ne nagyon piszkálja az ember, ha már megtörtént ez most csak akár egy postaládába történő beköltözésnél. Tehát akkor azt úgy elméletileg nekünk figyelni kellene, mennyi idő az első kirepülés, az, tehát hogy az nem baj, hogyha miatt figyelgetjük a madarat? Tehát, hogy nem, ezek annyira nem érzékenyek, tehát hogyha óvatosan belekukuskálunk, hogy állnak ezek, akkor nem okozunk még semmiféle problémát. Hát nyilván van egy ilyen kotlási időszak, tehát hogy nagyon gyorsan belépíti a fészkét, nagyon gyorsan megjelennek benne a tojások, és hogyha már megjelennek a tojások, akkor már nagyon nem lehet mit csinálni. Hogyha azt látjuk, hogy mondjuk fészket épít egy, elkezd fészket hordani, meg fészekanyagot hordani a madár, akkor még talán biztonságosan meg tudjuk akadályozni azt, de hogyha már kész a fészek, és már tojás is van benne, nyilván védett madárfajról van szó, ezért nem tudunk semmi más csinálni, csak kivárni. Az a jó ír, hogy viszonylag gyorsan kimegy az első fészekaj, a rossz ír az, hogy van második és sokszor harmadik is, tehát így, amint az elsők kirepülnek, és azt látjuk, hogy kiült a fészek, akkor érdemes közbelépni, és még egyébként ezen a ponton is ki tudunk helyezni egy B-típusú odút, és így meg tudjuk akadályozni a második költést, illetve a harmadik költést. Mert ezek tényleg többször is megcsinálják évente, nem véletlenül, hogy alkalmazkodó faj, sok van belőle, és teljesen elterjedt az egész országban. Oké, hát akkor így fogunk eljárni, hogyha esetleg véletlen úgy van. Én mondjuk lakásban lakok, és a postaládánk benn van a lépcsőházba, tehát arra nagyon kicsi a szansz, hogy ez bármikor előfordul. Kicsi, de hát, nem elhanyagoltam, Pici, ki tudja. Nálunk viszont simán meg lehetne csinálni, de valahogy nem tudom elképzelni azt, hogy ott egy cinkebe férjen a postaládának a nyílásán, de... Hát akkor te belépsz az egyesületbe, és akkor már... szerzek egy BO2-t, és akkor már lesz. Igen, nálam jelentkezel, belép, kapsz egy BO2-t, és kirakjuk, és akkor lesz egy cinke családot. Ajándékba kapsz egy cinke családot, most ez egy nagyon jó szlogen, és lehetne akár erre az akcióra. Na tessék, cinke család ajándékba. Nagyon jó. Okés. Tokodi Béla, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és beszélgettünk mindenféle madarakról. Mit mondjuk? Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Szevasz. Köszönöm, hogy hívtatok, és
további szép napot mindenkinek. Sziasztok! Köszönjük, okay, ciao. Szevasz! Na, kezdetek, így kell járni. Akkor most már ezt is kb. Tudjuk. Ilyen soknak nekem, az ilyen soknak tűnik. Én nekem az problémám van, de szerintem ezt már mondtam is korábban, amikor még beszéltem. Tudom, nem szereted a madarakat. Nem, mert ki ez a hülyeség. Én kifejezetten szeretem a madarakat. Nekem az a bajom, hogy én nem tudom őket megkülönböztetni, ezeket a ragadatot. Ugye itt most beszéltünk arról, hogy mennyi újdonosan visszakeresem. Ugye 2107... Fogalma nincs a kányáról. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 féle. Na most oké, nyilván egy nagy testű valami sast meg tud különböztetni egy egerészőftől, meg egy vörös vércsét is mondjuk a kettő közétől betomlakni, de ez 3, ez meg 16. Tehát, hogy nekem ez a problémám ezekkel a madarakkal. Én imádom, amikor megyünk így bárhova, és akkor ül egy szalmabál a tetején, vagy egy kerítés lécen, vagy egy bárhol, és akkor én, a feleségem hülyét kap, mert én nézem, hogy megy, én vezetek, és nézem, oda, az milyen lehet? És közben elmentünk, és lehet, hogy én már kétszer belehajtottam az árokba, hogy csináltam, de Béla, aki mindenen keresztül sas üldöz, azért mondjuk megnéztem volna. Igen, azt én aztán, is. Hogy itt és közben ilyen CB-nél beszélnek, mint valami autós üldözésnél, illetve nyilván a sas szinkron kapcsán egy eszembe jutott az, hogy ki lehetne a magyar hangja, hiszen ha más szinkron, akkor csak nem egy ilyen szép nagy kékes réti héját. Atya úristen, ezt még kaptam. Hát a szinkron miatt gondoltam, bejátszok valamit. Ja, hát ez pont a legrosszabb, az sikerült megnézni. Akkor válaszol okay, valamit. Szóval teljesen, nem. Itt át kell váltani, addig nem fog csinálni semmit. Nem akartam, okay. Nyomkodni szóval, akartam. Oké, okay. Akkor ezt nyugodtam. Szóval, hogy így előttem van, ahogy mondjuk egy réti sasnak szinkronizálják. A Sípos Barnabás a magyar hangja. És ezt így rárakják, hogy repül, és közben alatta a Szabó Sipos meg mond valamit. Na mindegy. Akkor... Isten igazából át akartam kötni kicsit a Mozizgatunk podcastra. Hát körülbelül ez. Mozizgatunk podcastra. Ugyanis egy műszakot végigültünk a Sándorra, ugyanis megnéztük a Sátántangót. Nagyon jó. De várjál már. 7,5 óra, csak úgy mondanám, hogy ezt a neki ugrik. Előtte beszéljünk akkor 3 mondatot erről is, csak miután vége volt az előző podcastnek, jeleztem egyből, hogy True Detective, mert megnéztem azt, amit beszéltetek róla, és nem láttam még a 4. évadod, tehát így még rengeteg élmény előttem van. A 3. tartok a közepén, de már most azt érzem, hogy ebbe a sorozatban igazából a intróra fókuszáltak, és arra koncentráltak, hogy az így jó legyen, valahogy menő legyen, és a többi. És akkor a többi az, hogy nem volt érdekes. Tehát azt Igen. így megcsinálták jól, aztán annyi. Igen, ennek az első évada volt baromi jó. Nem értek egyet, már... de oké, igen. Tehát... A második az már ilyen volt, a harmadik volt. És jött a negyedik, hogy úristen, majd mekkora, fú, te ez, mi Jodie lesz Foster, ez? Ez őrület lesz. És akkor nem lett. De hál' Istennek akkor a hype van körülött, hogy a következő évadot is az a csaj rendezi. Már nagyon beígérték jó. A következőt, úgyhogy... Nagyon jó, viszont rájöttem, pontosabban nem kellett, hogy rájöjjek, mert ezt eddig is tudtam. Tehát így megerősödött bennem, hogy Woody Harrelson. Köszönöm szépen. Hát most nem tudom eldönteni, hogy a szegény embernek, vagy a gazdag embernek a Steven Seagalja, de gyakorlatilag erről van szó, mert gyakorlatilag azzal az egy arckifejezéssel, amit így megtanultunk róla az első és egyetlen értékelhetetlen filmjében szerintem, azzal így letud egy egész életművet. De hát... Hát figyelj, ő ketten a Matthew McConaughey-val, akivel ugye és az első tőlem évadban... És tőlem szintén többet vártam volna, de na mindegy. Mindegy, úgyhogy ők ugye ketten össze szoktak járni, ilyen vicces cikiket szoktak ők elszívni, igen nagy mennyiségben. Na igen, most, és ez így látszik is az egész dolgon. Azt, hogy a Woody Harrelson hogy tud úgy kinézni, ahogy kinéz, van egy ilyen, most nem a professzor, azt mondjuk hívják, a professzor néven fut a fickó, ő egy ilyen kosárlabdázós, ilyen trükköket csinál mindig, és hát összejöttek a Woody Harrelsonnal, mert hogy a Zsákolja Tusz című filmben ott volt valami közös jelentük, és forgattak, és most itt x 30 évvel később újra találkoztak, és hát ott kosarazgattak egy kicsit, volt erről egy kis videó. Szerintem valószínűleg pont azután sikerült ezt a videót fölvenni, mielőtt találkozott a Woody Harrelson a Matthew McConaughey-vel, mert olyan vörösek voltak a szemei, mint az angol nul hozzá képes kutyafasza, az
így át, hogy na, kosarazzunk. Ja, igen, ja. Hát így, majd így dobunk rá, vagy szevasz, te ki vagy. Tehát ez teljes világtalanságban volt, úgyhogy elképzelhető, hogy simán ez nyomott egy kicsit erősebbet rá az első évadra. Minden esetre én nem javaslom a negyedik évadot, de akik megnézik, azoknak meg végig a törvény nézni. Nevében tehát ez a magyar cím egyébként. Tehát ez végig kell nézni, de nem jó, tehát True Detective az kész. Oké, okay, Sanyi is azt mondta, hogy ezt nem, senki nem tudja más néven, csak így. Mindegy, úgyhogy lehet, illetve a heti podcast-a pedig Tar Béláról egy kicsit így, hogy nekiugrottunk a sátántangóra, hogy idén 30 éves a sátántangó, és akkor ennek kapcsán én már tologatom egy jó 10 éve szerintem ezt, el magam előtt, de lehet, hogy már 15 is van, hogy egyszer majd megnézem a sátántangót. Viszont azt kicsit most sajnálom, hogy nem csináltuk a meg metáson, azt, amit javasoltam. Mert ugye volt egyszer két srác, aki tehát fölvette videóra, ahogy megnézik a sátántangót, ami 7,5 óra, majd utána csináltak egy videót arról, hogy nézik ők azt, hogy ők nézik a sátántangót. És akkor teljes értelmetlen, 15 akkor... óra kuka. Tehát, hogy így... És akkor ehhez képest én mit javasoltam nektek? Hogy vegyük föl, hogy ahogy nézzük, várja, és aztán... Várjál, hogy megnézzétek a... Tehát az a baj, hogy muszáj felolvasnom, mert nem tudnám magamtól én sem. Igen. Tehát, hogy megnézzétek a sátántangót, amit felvesztek, aztán felvesszük azt, ahogy én nézem azt, ahogy nézitek a sátántangót, és végül megnézitek azt, hogy én nézem azt, ahogy ti nézitek a sátántangót. Tökéletes időpocsékolás az életben, tehát hogy így... Tehát ez egy... Azért ez... Ez velünk lett volna a legnagyobb kiszúrás, ami nekünk kétszer kellett volna. Kétszer kellett volna. Igen, csak egyszer. Na mindegy, úgyhogy aki kíváncsi a véleményünkre, hogy mi az, hallgass meg a heti Mozizgatunk podcastet, vagy nézze meg, mert ugye vagyunk már a zsütűben is, úgyhogy ottan vagyunk. Viszont ha már így filmek meg Reunite, vagy hogy kell ezt ilyen szépen divatosan mondani. Igen. A Ördög Prádát visel című filmnek a hogy mondjam, a osztálytalálkozója azért az úgy jó volt. Meg, igen, az, hogy azt gondolná az ember, hogy itt vannak a hölgyek, jól néznek ki még most is, azt kell mondjam. Mindig jól néznek ki. Enhetővel egy picit idősebb lett, nyilván többiek is, hiszen. De jól néz ki, Mary Strip is jól néz ki, mindenki jól néz ki. Mindenki. Tehát, hogy... Igen, tehát ennek így... Igen. Vannak ilyen reunionok, vagy minek hívják ezeket, amikor most például legutóbb a Breaking Bad, mi volt annak a magyar címe, ennek is volt valami, totál szívás. De mindenki Breaking Badnek hívja. Ott is volt egy ilyen osztálytalálkozó jellegű dolog, és érdekes megnézni így már gyakorlatilag lassan 20 éves a sorozat, ugye? Körülbelül igen. És hogy néznek ki már azok a csodálatos emberek, akik akkor még úgy néztek ki, mint 20 évvel ezelőtt, most meg már nem. De hát ezt így imádják a népek, ez egy csomó ilyen clickbaites cikknek az alapja, hogy nézd meg, hogy néz ki 20 évvel később a színész, és már klikkelsz is rá, igen, és már nézd meg, és semmi érzem is benne, igen, csak így ráklikkelsz, na mindegy. Na mindegy. Nem úgy, mint a Jokicsra. Oké, akkor Jokic time, mert tényleg, tehát kezdjük a sportértékkel, tehát az utóbbi meccseken nem azt kell számolni, vagy nem azt kell, hogy mondjam, nem amiatt kell izgulni, hogy összejön ennek a tripla-dupla, hanem sokkal inkább azon, hogy melyik az a meccs, amelyiken nem jön össze neki a tripla-dupla, és nem arról van szó, hogy ilyen 11 pont, 10 pattanó, 10 gólpassz, hanem 20 pont, 15, akárhány gólpassz, 10 akárhány pattanó. Nem tehát, éppen, hogy megvan, hanem hogy úgy rendesen igen, megvan. Igen, combosan. Úgyhogy igen, tehát most így jót tett neki az All-Star hétvége, ahol egy kicsit így... elunta az életét. Igen, és aztán rájött, hogy végül is lehet kosárlabdázni is, de most nem ez a lényeg, hanem az a... Tehát ez. Itten megy a férfi, tessék nézni? Ezt többszörösen érdemesen megnézni. Úgy megy, hogy olyan, úgy nem is lehet menni. Ráadásul, hogyha mellé képzeljük azt, hogy ez egy 210 centis férfi, tehát hogy nem így csak... Nem tudom, tehát hogy középiskolában voltak ilyen osztályok. Flashelni akartak, csak elrontották ezzel a lightninggal. Viszont ami az igazán csodálatos, az utána történik. Tehát, hogy nem lenne hónap. Tehát, hogy az öltöző folyosón, hogy mi a túró ez, és akkor ott nem tudom, kik ott szerencsétlenkednek. Ott melegítenek, az egyik az így a lábát így rúdos, a másik pedig egy... Biztos, hogy van erre valami rettentő, bonyolult és összetett jóga pozíció, aminek ezt így hívják. Ilyen valami... Ez cirkusz. Tehát ez már tényleg cirkusz. Tehát ez...
Nem tudom, David Lynch rendezne ilyet, nem? Igen, tehát, hogy valami ilyen elháborodás, hogy egy rohadt magas férfi átfut a képen, és egy fekete ilyen, fickó. Ilyen tolikocsik, meg mindenek vannak, és akkor így... Tényleg, tehát ez még csak nem is alkalmas erre, itt a semmire ez gyakorlatilag. Itt a séta az, ami így talán közbiztonságilag engedélyezett. Ezek pedig itt átrohan a képen, amaz, tehát hogy ez egész egy csodálatos kompozíció, azt kell mondjam. Tehát, hogy tényleg ezt nem tudnak ilyen, filmrendezők nem tudnak ilyeneket csinálni több éves tapasztalattal a hátuk mögött. Nem tudom, hanyadjára néztem, tehát amikor ezt így átküldted, akkor így megnéztem egy ötször, de most sem bírom abba hagyni. Tehát, igen, ez így lupú, vagy gyakorlatilag egy fél délután el tud vele az ember lenni. Hogy pont olyan, mint a... Kis ízét elmajszolgatsz, egy kis chipszel beűsz, és ezt elkezded nézni 624-ére, és ahogy a másik férfekép, talán biztonsági lehet, de lehet, hogy valami edző, ahogy így egy kicsit még így hátrál is egy ilyen kerítésszerű kordon valaminél, hogy nehogy a Jokic elvigye magával, de mondom, behúzza a hasát is, és ott van a háttérben, mondom, millió részlet, tehát hogy ezt be így tényleg bele lehet feledkezni. Van vannak akik, hát így vagy maga a szövetség, vagy a csapat, megy ott egy ember, aki a social médiát intézi. És ott megnézzük, van egy férfi, aki megpróbálja fölmenni Jokicot, hogy fut, de nem bír lekövetni. Tehát ott az egy, így lép egyet előre, és így, már meg vagyunk, köszönjük, már nincs ott. Tehát, hogy ebből nem lett Insta sztori, ez majdnem, hogy biztos. De mondom, tehát a legcsodálatosabbak azok a csapattársak, vagy nem is tudom kikezni. Csapattársak, mert a melegítő az azonos, úgyhogy ott az falrugdosás van, falnak támaszkodva a láblógatás, ennek is van valami bemelegítő funkciója, de a férfi, amelyik utána egy ilyen, hát mondom, nem tudom, ez a mérges macska jóga póz, vagy nem tudom mi ez, azt úgy főveszi, megvárja szépen, mondom, gyönyörű, ez össze van pakolva úgy, ahogy kell. Tehát, hogy ez... És mondom, tehát ez legalább olyan, már hogyha így a lúpolásról van szó, mint a minden nap egy kép a tyúkról. Teljesen függő lettél. Minden nap ugyanaz a kép egy tyúkról. Abszolút. Tehát, tehát szabályosan egyrészt várom, hogy jöjjön, és mindig izgulok, hogy úristen, hogy kín van már, hogy lemaradtam róla. És nem néztem még meg, hogy mindig ugyanabban az időpontban posztolják. Nem. Ez a lényeg, hogy így össze-vissza. Tehát nincsen időzítve, így össze-vissza. Tehát valaki tényleg ott ül és csinálja valahogyan. De persze ezeket is már mindenhogyan lehet időzíteni, de a lényeg az, hogy eddig szerencsére nem maradtam le egyetlen alkalomról sem, és egyetlen ilyen, hogy mondjam, vágyam van ezzel kapcsolatban, hogy egyszer elsőzzek. Hát igen, azt mondjuk, ezzel ki kell fogni, hogy ezt pont abban a pillanatban tud elkapni. Hát most jelen állás szerint egy órája, de már belájkoltad, úgyhogy ezt már igen, most így... Igen. Tehát a napi lájkolás az megvan, csak mondom, egyszer az lenne az igazi, hogyha egy ilyen elsőzés is lenne. Hát kívánom néked, hogy megtörténjen ez, hogy ez így... Nem tudom, hogy és van 25 ezer ember, aki ezt követi. Tehát, hogy ezt így igen. Rendszeresen így... Jó, mondjuk én is köztük vagyok, meg te is. Tehát, igen, Hogy ezt tényleg, hogy így... Vagy várod, hogy de ugyanaz a kép, tehát hogy nem fog változni semmi. Mondom, ott az időzítés, hogyha teljesen fölösleges dolgokat akarunk csinálni, akkor három dolgot tudok tippnek adni. Jokicsot lúpóval nézzük végtelenségig. A tyúk, illetve az alatta lévő kommentekbe el lehet veszni. Nem, azokat nem is a harmadik fölösleges, meg a Tarbélának a sátántangóját, ha valaki meg akarja nézni neki. Tehát, hogy így... megjelenik a faladó, és elkezdesz röhögni. Vagy tehát legalábbis én mindenképpen. A legjobb az oldalban, hogyha valaki benne, ugye oldalt a van egy ilyen összesítő, hogy milyen képeket töltöttek fel, és mind a kilenc ugyanaz. Tehát, hogy így ugyanaz a tyúk. De jó, de tényleg jó kiállású tyúk. Tehát látszik rá, hogy egy egészséges falusi, tehát, hogy jött egy rendes minek hívják ezt lent, az falusi udvaron tartózkodik. Igen, ő, Baromfi udvaron. Így van, a Baromfi udvar egyik ékes tagja, és hát pozícióban van. Kicsit mérges, talán lehet, hogy ez egy korai kép volt, vagy korán készült felvétel róla. Szóval azt kell mondjam, hogy lehetne ebből egy simán egy ilyen előadást tartani. Magyarország nyankete gyakorlatilag, nem a YouTube-on, hanem a Facebookon. Tehát.
Kemény. Na jó van. Szerintem ennyik voltunk már. Akartunk jó. még valamit mondani, mert szerintem már ezek... lebontottunk mindenkit. Hát, hogy a madarak, akkor tyúkkal zártuk, hát és persze, akkor az, hogy legyen egy ilyen minimális keretes szerkezet. Abszolút. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Ja, akik hiányolták Adrient, azoknak mondjuk, hogy most így nem sikerült vele beszélnünk, de na mindegy, fogunk majd. Fogunk jövő héten fogunk mindenképpen, csak most így egy csomó minden így úgy is alakult, hogy lehet, hogy nem is biztos, hogy baj, hogy most így nem tudtuk őt fölhívni. Oké, ha meg véletlen olyan szakadt podcast lesz, hogy én nem ülök itt, akkor pont akkor műtenek, gondolom én, de majd még meg kell várjuk, hogy megjavuljon a műtő. Jó, úgyhogy... Igen, a műtő javulást azt mindenképpen várjuk. Jó, úgyhogy köszönjük szépen a tisztelt figyelmet, puszilás mindenkinek. Csókolom, én van, én örülünk, hogy itt volt. Hosszú és eredményes életet.